Az Asztali Beszélgetések sorozat és a Petőfi Irodalmi Múzeum nevében nagyon sok szeretettel köszöntöm Önöket itt a Károlyi Palotában. Szeretettel köszöntöm mindannyiukat is, akik internetes élő közvetítés által követik a mai emlékezést. Az égre írj, ha minden összetört, in memoriam Radnóti Miklós címmel megrendezett alkalmunkon kimondott tisztelettel köszöntöm mai vendégünket, Ferenc Győző irodalomtörténészt, költőt, az ELTE egyetemi tanárát, a Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia ügyvezető elnökét és korunk talán legnagyobb, szabad mondani, Radnóti kutatóját. Én Galambos Ádám evangélikus teológus vagyok. A beszélgetés, illetve az alkalom úgy fog felépülni, hogy az első felében itt az asztalnál kötötten beszélgetünk, és az est második felében lehetőség lesz hozzászólások, kérdések feltevéséhez, tehát kérem, hogy így készüljenek. Hetvenöt éve gyilkolták meg Radnóti Miklóst, erre emlékezünk a mai napon, november 9-én történt, hogy meghalt, és Győző, már említettem neked, hogy én hogy találkoztam először Radnótival. Ezt gyorsan elmondanám, mert a megközelítés szempontjából talán valamit kifejez. Én győri származásuként általános iskolát a Radnóti Miklós általános iskolába kezdtem, viszont hát 6-7 évesen be kell vallani, hogy nekem ez a név egyáltalán nem mondott semmit. Viszont annak az évnek ugye szeptemberben kezdődött a tanítás, novemberben buszra szálltunk, és Győrből Abda mellé mentünk, és ott találkoztam először igazán Radnóti Miklós nevével. Még arra nem emlékszem, hogy verset hallottam volna róla, viszont ott döbbentem meg, hogy mi történt ugye a múltunkban, és hogy kiről kapta nevét az az iskola, ahol a tanulmányokat elkezdtem. Az égre írj, ha minden összetört címmel volt egy kiállítás a Petőfi Irodalmi Múzeumban 2009-ben, amikor Radnóti Miklósnak a 100. évfordulóját ünnepelhettük, és Radnóti Miklós születésének. És ebből az alkalomból ez a kiállítás számomra nagyon érdekes volt, hogy a 100. évfordulót ünnepelve Varga Katalin vagy kurátorsága alatt egy olyan idézettel indít, ami a halálra asszociál mindenkinél. Tehát azt fejezi ki, amivel úgymond én is először találkozhattam Radnótinál, miközben születését ünnepelte 2009-ben, ez egyébként valóban kiválóan összeszerkesztett és megvalósított kiállítás. Győző, arra lennék kíváncsi, hogy te hogy találkoztál először Radnótival? Én nem 6 éves koromban, hanem valamivel később, de általános iskolás koromban, mert tananyag volt. Ugye, utólag én is úgy összeszedtem, hogy kerültem én Radnótihoz, kicsit véletlenül, de az általános iskola nekem elég homályos emléke. Nem emlékszem ezekre a órákra, próbáltam átaludni az egészet, vagy átvészelni. De arra kifejezetten emlékszem, és úgy emlékszem, hogy 7., de lehet, hogy ez is tévedés, és 8., hogy a Nem tudhatomot felolvasta a magyar tanárnő, és valahogy ez a csókok íze, hol mész, hol áfonyát, ez nagyon megtetszett mondjuk 3 éves koromban. És tehát akkor onnantól tudtam, hogy van Radnóti, de nem, aztán később gimnáziumban, tehát tudok ilyen lépéseket mondani, hogy ugye nemrég elhunyt Gallai Péter a Piramis, meg, de ott leálltam, még más egy neves együttesekben is szerepelt, és egy osztálytársam volt a gimnáziumban. És ő nem emlékezett rá, de én igen, hogy a érettségi után, nem a ballagáson, hanem a tanévzárón, ami ilyen ünnepély, akkor ő megzenésítette és elénekelte gitárral a Töredéket.
és ezt egy osztálytalálkozókon évtizedekkel később kérdeztem, akkor nagyon csodálkozott, pedig én még az első sort el is tudtam volna neki énekelni, de inkább nem énekeltem el. Tehát, hogy több ilyen találkozó volt, vagyis hát szerintem Radnótiról, aki Magyarországon iskolába jár, és tényleg eljut az általános iskola 8. osztályáig, az azért hallott. És mi volt az, ami meghatározott téged abban, hogy Radnóti kutatóvá váljál? Ez nem, szóval semmi önkicsinyítés, vagy semmi nincs. Ez, amit mondok, nagyon kiábrándító lesz. Az történt egész egyszerűen, hogy szólt a telefon otthon, és az Osiris kiadó egyik igazgatója volt a vonal másik végén, és azt mondta, hogy megkérdezte, hogy bemennék-e hozzá megbeszélni valamit, és ez a valami az lenne, hogy Radnóti Miklós összes verseit gondozzam. És akkor volt egy kis idő végig gondolni, bementem hozzá, és azt mondtam, hogy hát igen, tehát ez egy viszonylag kis terjedelmű életmű, és az adott határidő alatt lehet gondozni. Azért volt szükség újra gondozni az életművet, ugye a költői életművet, ez azt jelenti, hogy a lehetőség szerint a kéziratokig, illetve az első kiadásokig visszamenni, és egybevetni tehát hogy annak alapján egy új kiadást előkészíteni, vagyis egy tetszőleges kiadást egybevetni és kiigazítani, mert Radnóti népszerűségére vagy elfogadottságára jellemző, hogy 1956-ban jelentek meg az összegyűjtött verseit. Kétszer talán egy évvel korábban is, tehát két ilyen kiadás volt, egy jegyzetelt meg egy jegyzeteletlen, a jegyzetelt talán 54-es, és utána 89-ig, ha jól emlékszem, 23-szor jelentek meg az összegyűjtött versei, és akkor voltak válogatott kiadások. Na most akkoriban nem volt komputer, tehát minden egyes kiadást újra szedtek ugye a nyomdászok, és ettől a kiadásokban sok volt a szövegromlás. Óhatatlanul bármilyen nagyszerű szerkesztők csinálják. Ugye, strófák összetorlódtak, ékezetek kicserélődtek, sok-sok hiba volt, és hát ezt kellett helyrehozni, és a korábbi szöveggondozó rész Pál volt, és a kiadó úgy gondolta, vagy talán ő maga is, hogy ő már nem fog elmenni a könyvtárba, Széchenyi könyvtárba bogarászni, hogy ez most hosszúi vagy rövidi. Így kezdődött, és akkor jött a többi, akkor utána a prózai műveit, akkor a Gyurgyák Jánosnak, az Osiris igazgatójának az az ötlete támadt, hogy egy monográfiát is kellene írni Radnótiról, de előbb valóban az történt, hogy az életművel ilyen anyagszerűen ismerkedtem meg Töviről Hegyre. Hát korábban is ismertem, hát tanultam, gimnáziumi tanárként tanítottam, de azért az egészen más dolog sorról sorra, betűről betűre egybevetni egy teljes életművet az első megjelenésekkel és a kéziratokkal. 1909. május 5-e, Radnóti születésnapja, viszont ez a nap egyben egy traumának is a napja, hiszen édesanyját és testvérét ugye aznap veszíti el születése óráiban, ami aztán egész életére kihat. Hogy látod, vagy hogy értelmezed ezt a születési traumát, hiszen bármennyire is fájdalmas, mégis úgy tűnik, hogy egyben egy ihlető forrássá is vált Radnótinál. Hát én nem vagyok szakpszichológus, de beszéltem szakemberekkel, amikor könyvet írtam Radnótiról, mert ahogy ezt a könyv kapcsán említetted, hogy a halál az állandóan ott lebeg Radnóti életműve fölött, és valóban mindig a vége felől kezdjük el visszatekinteni, de az elejéről kezdjük el, akkor is rögtön a halálba ütközünk.
sőt, ha a közepén kezdjük akkor is, tehát a halál az nagyon rányomta bélyegét Radnóti életművére és költészetére. Ez nem azt jelenti, hogy búskomor ember volt, akinek másról se tudott írni, meg beszélni, mint a saját haláláról, vagy mások haláláról, csak éppen úgy alakult az élete, hogy hát egy viszonylag vidám gyerekkora volt a szerény körülményekhez képest. Volt apja, volt anyja, úgy tudta, hogy van anyja, és kiskamasz korába derült ki az egész, méghozzá lassítva. Ezt nem tudom, mennyire ismert történet, mert ha nagyon ismert, akkor talán nem érdemes erre túlságosan kitérni, hogy hát az apja váratlanul meghalt, 10-11 éves volt, és hát az egy komoly, nem csak tragédia volt egy kis családnak, két gyerekes, szerény körülmények között élő családnak, hanem rengeteg konkrét szervezési dolgot jelentett, hiszen akkoriban azért még a család az egykeresős volt, és ugye ott volt a Molnár Ágnes, vagy ott volt, akit ő anyjaként ismert, és hát ugye a család őt nem tudta eltartani, vagy nem is akarta. Ő egy második feleség volt, és ezért Radnóti bizonytalan, hogy hol töltött egy pár elég jelentős időmennyiséget, de az Ikrek havában leírja aztán, hogy hogyan derült ki az, hogy mint egy véletlenül ugye egy nagybácsi elkotyogta, hogy hát ő már nem fog hazamenni, mert neki nincs, az most már itt lesz, meg hát aki az anyja, az nem is az anyja, és akkor ugye Jézus, mi van itt még, ugye írja az Ikrek havában, és akkor kiderült, hogy volt egy ikertestvére is, aki meghalt szülés közben, tehát hogy a születésekor az anyja is meghalt, az ikertestvére is. Majd kicsit később meghalt az apja pár év után, de csak ekkor szerzett tudomást az anya haláláról. Most ez ugye abban az életkorban, amikor valaki éppen tapogatja a saját személyiségének a határait, hogy kicsoda ő, hát ez meglehetősen súlyos csapás, nagy zavart kelt. El is választották a Ágitól, aki Erdélyi Ági néven később költő és író is lett, és a nevelőanyjától, mindketten egyébként Auschwitzban végezték, Nagyváradra mentek vissza, de volt valami kapcsolat, nagyon szerető kapcsolat volt köztük, és akkor őt ilyen dédnagynénik nevelték. Ez viszont nagyon érdekes volt, mert ilyen módon ő szabadabb volt, tehát mire igazi kiskamasz lett, addigra ő jóval szabadabban mozgott, mint a rendes családban nevelkedik, de figyeltek rá persze, de ez a Grósz Dezső, a nagybácsi, a gyám nem ott lakott, hogy ez érdekes, érdekes képlet volt. És ugye ez egy valamit még reagálnék, mielőtt tovább megyünk a legelső mondataidra, hogy Radnóti életében három homályos pont van. Az egyik a születése. Most már valahogy sikerült kibogarászni születési anyakönyvi kivonatokból, de egészen pár évvel ezelőttig nem lehetett pontosan tudni, és talán most sem lehet teljesen pontosan tudni, hogy hol töltötte az első éjszakát életében, hiszen az anyja meghalt. Valakinek etetni, szoptatni kellett, valamit kellett vele csinálni. Elvitték a Kádár utcába, de akkor ott ki, hogyan, ezt nem tudjuk. Ott maradt a kórházban, ott a Söpfmérei. Nem tudjuk, hogy mi volt hogyan élt az első hetekben. Akkor utána meghalt az apja, és akkor megint eltűnt, hogy kinél lakott, a Molnár Edénél valószínűleg ők vették maga, az ide-oda került, aztán ide a Szent István körútra a két déd nagynénihez. És akkor a halálát, igen, hogy úgy azt mondjuk, hát ez egy ilyen kanonizált dátum, hogy
november 9-én lelőtték. Na most ez egyáltalán nincs igazolva, tehát nem tudjuk pontosan, hogy melyik napon. Ugye rengeteg teória van, mindenki mást mond, nem lehet teljes biztonsággal megállapítani, hogy melyik napon történt az abdai tömeggyilkosság, és azt sem lehet megállapítani, hogy Radnóti Miklós ott volt-e a holttestek között. Annyit lehet biztosan megállapítani, hogy az egyik holttest ruházatában, nem viharkabátban, hanem nem volt viharkabátja, ugyanis egy ilyen steppelt kabátot ír le arról a holttestről az igen hevenyészet halott kémi szemle. Nyilván valami elírása, mert a kabát hosszának 180 cm van megadva, most a Radnóti 170 valamennyi volt az egész. Ugye hát nem volt erre, abban az időben kellő szervezettség és ember, hát tömegsírok tömegét kellett föltárni, agnoszkálni, hát nem lehetett. Nem történt meg a rendes azonosítás. Tehát Gyarmati Fanni ugye leírja a naplóban, hogy oda megy, kinyitják a koporsót, már rángatják el, gyanús, nem ilyen ruhája volt, jó, cserélgethették a ruhát, milyen jó lenne megnézni, hogy vagy a többi sírt, mondják, hogy semmi baj nem lehet, két holttestet tettünk egy faládába, fejtőlaptól kizár dolog a tévedés. Ő ezt annyira nem hitte el, hogy soha életében nem ment ki a kerepesi temetőbe a Radnóti sírjához, mert egyáltalán nem volt biztos benne, hogy ő nyugszik ott. Ugyanakkor Csapody Tamás, a kiváló történész, szociológus és a Bori munkatáborok kutatója, aki minden Bori túlélővel beszélt, interjút készített, akár Kanadában van, volt, akár máshol, mindent föltérképezett, és mint nagyon komoly szakképzett ember, ő nagyon jól látja, hogy ki hol torzít, akár akaratlanul is. Pontosan föl tudtam írni, hogy az nem igaz. Hát ezt lehet tudni majd, hogy nem ilyen szociometrikusan, hogy ki lehet szűrni. Van egy rendkívül megbízható adatközlő, egy Bori túlélő, aki állítja, hogy amikor a maradék boriakat német koncentrációs táborba vitték, és ugye volt, aki onnan is felszabadult, hogy ott állt vele szemben a sorban a Radnóti. Na most ugye 89 adatot mond, és abból 88 igazolhatóan helyes, ez a 89. Mi történt? Vagyis ezzel csak azt szeretném mondani, hogy hát ezt így kell, hogy Radnóti valójában eltűnt, és az iratait találták meg. Semmiféle génvizsgálatra már mód sincsen. Soha nem fogjuk valószínűleg megtudni, hogy Radnótival mi történt pontosan. Ezek, ahogy a szekéren, vérző fejjel, ott könyököl valaki, igen, a szemtanúk, és írogat, hát persze az ember, amikor a sírgödrét ássa, akkor éppen valamit írogat egy jegyzetfüzetbe, hogy nem lehet tudni. De ettől még ma emlékezünk rá. És ez a november 9, ez hogy kanonizálódott? Hát a különféle visszaemlékezésekből, a különféle útvonalakból próbálták rekonstruálni, és mit tudom én, november 5-től 9-ig nagyon sok verzió létezik. Kőszegi Ábel, Tolnai Gábor voltak az elsők, akik ezt elkezdték kutatni, és eközben Tolnai Gábor fölkérte az akkori 3 per valahányat, hogy járjanak már utána, ami hát nagyon érdekes dolog, hogy a tananyag Radnóti Miklós meggyilkolásának ügyében 1945 és 1969 között nem jutott eszébe semmiféle hivatalos szervnek nyomozást indítani. És akkor indult egy ilyen nyomozás, lezárták, hogy nem sikerült, akkor újra nyitották, akkor azonosítottak 4 potenciális elkövetőt, ebből az egyik demenciás volt, tehát teljesen nem szavahihető, hogy mit mond.
Szóval, hogy sehova nem vezetett az egész, ezen kívül kizárólag a keretlegényeket és a tiszteket kérdeztek ki. Furcsa módon a nyomozás a zsidó munkaszolgálatosokra nem terjed ki. Meglehetősen érdekes gyakorlat, mondjuk úgy. Egy kicsit ugorjunk vissza viszont az életrajzban, és szeretném, hogyha gyermekkor után egy kicsit Szegedre tekintenénk, hisz meghatározó időszaknak mondható Radnóti számára. Itt ismerkedik meg Sík Sándorral, aki nagy hatással van rá egész életében, illetve hát szegedi fiatalok művészeti kollégium, vagy egy kollégiumának tagja, alapítója lesz. Tehát, hogy itt kezd kibontakozni valami. Itt kezd igazán kibontakozni, de már Budapesten ebben a Balassa Bálint irodalmi körben is nagyon tevékeny volt, amelyet egy Reinhold Alfred nevű fiatalember szervezett. Ez egy ilyen diáklap volt. Volt egy lapjuk, és ezt nagyon komolyan csinálták. Vas Istvánnak nagyon nem tetszett ez az egész részben, mert mintha visszautasították volna a versét, részben Reinhold Alfrednek a ködös, misztikus gondolatait, ahol a kereszténységet, gondolom akár a kabbalisztikát és a hinduizmust próbálta egyesíteni, egy 19-21 éves fiatalemberről volt szó. Később Angliába emigrált, és ott mindenféle könyveket írt ebben a tárgykörben, és a hagyatéka nemrég, mintha ide visszakerült volna a Petőfi Irodalmi Múzeumba. Tehát ott már volt egy ilyen kör, Radnótit már egy tanár, egy magántanár elindította a irodalom felé, olvasmányokat adott neki, megbeszéltek dolgokat. Úgyhogy mire ő Szegedre ment, ugye hát már ezért ment Szegedre, miközben a gyámja textil mérnököt, ahogy textilest akart belőle csinálni, hogy vegye át az üzletet, és akkor ott találkozott első útja Sík Sándorhoz vezetett, aki nagyon szépen fogadta. És hát az tényleg nagyon megható kapcsolat volt. Viszont a publikálásnál ugye a Radnóti név, az nem egyértelmű, hogy honnan jön. Igen, ez megint egy nagyon jó történet, hogy Radnóti Miklós. Hát azt mindenki tudja, hogy Glatternek született, Glatter Miklósnak, Glatter Jakab volt az apja, és volt egy nagyapa, aki a felvidéki Radnóton, két Radnóton, de a felvidéki Radnóton volt kocsmáros, és valószínűleg az apja is ott született. Ezek az anyakönyvek nagyon megbízhatatlanok, tehát össze-vissza vannak születésiek, hiányosak, mert nekem meg kellett ezeket nézni, és ezeket mind be kellett gyűjteniük, ugye 38-ban nekik, minden be volt ott gyűjtve, csak éppen eligazodni nem olyan egyszerű, és vannak hibák. De Radnóton született, és Radnóti úgy gondolta, hogy hát Glatter névvel nem lehet az ember magyar költő. Érdekes gondolat, de hát akkor tényleg ez sokan így gondolták, erről még lesz szerintem szó. És ő az első talán írása a Balassi Bálint kör lapjában az még Glatter néven jelent meg, akkor valami kis antológiában Radnóti Glatter néven is publikált, és akkor lassan elérkezett a Radnótihoz, és hát elkezdett Radnóti néven publikálni, így jelent meg az első kötete, meg különféle folyóiratokban. És elhatározta, hogy amikor ledoktorál, akkor már azt szeretné, hogy Radnóti néven jelenjen meg a doktori disszertációja, és Gyarmati Fanni már Radnóti Miklóshoz menjen feleségül. És ezért a gyámjának az ügyvédjének a segítségével benyújtották a belügyminisztériumba a névváltoztatási kérelmet. Annyi nyugtalan volt Radnóti, hogy lassan válaszoltak. Hát természetesen a hivatal ezekkel a névváltoztatásokkal nem volt nagyon jó indulatú, tehát ezt ismerjük, a packázást. És akkor nagy nehezen megjött a névváltoztatási engedély,
és ott volt benne, hogy Radnóci, CZ pontos íre, mert hogy a Radnóti név az, az foglalt, és CZY-ra adták ki a nevet. A Radnóti leveleiet elképesztek, azt idézem is ebben a könyvben, hogy, hogy baltával kéne leütni az ilyen ember kezét, meg ilyeneket írt, elképesztő haragra gerjedt ez a kis vékony, törékeny ember. És, de hát ezzel nem volt mit tenni, tehát a belügyminisztérium úgy gondolja, hogy ő megmondja, hogy ki hogyan nevezheti önmagát. Jó, az a Radnóti, de maga nem. Mi jobban tudjuk, Glatter, hogy maga nem. Ha nem akar Glatter lenni, akkor nem lesz a Radnóti, hanem a Radnóci lesz, mi mondjuk meg, hogy maga kicsoda. És ezért a munkaszolgálatból, mindhárom munkaszolgálatból a leveleit úgy írta a feladót, hogy Radnóci Miklós, nem tudom én hányas munkaszolgálatos század, és Gyarmati Fanni Radnóci Miklósnak címezte a leveleket, hiszen különben, nem tudom én, függelemsértést követett volna el, és nem kapta volna meg a levelet. Na de ez ideig rendben van, hát sok emberrel van, Mark Twain-nel is előfordult, hogy más néven született, mint amilyen néven írt, és ezt általában lehet kezelni. De itt mégiscsak arról volt szó, hogy valaki nagyon erősen akart asszimilálódni, és ugye szegény feje elhitte, hogy ebben az országban lehet asszimilálódni azokban az évtizedekben. Ő egy kicsit megkésett volt, ő azt hitte, hogy az Eötvös Józsefi kiegyezés utáni évtizedekben él, mert az volt az ideája, és hogy a nyugat, és hogy de mire ő elindult, hát az már a háború utáni nyugat volt, meg már egyáltalán nem az a világ volt, de neki ez volt az egyetlen tájékozódási pontja. Ez nagyon érdekes, hogy valaki vallástalan zsidó családba születik, magyar az anyanyelve, nem úgy, mint Petőfinek mondjuk, magyar az anyanyelve, magyar kultúra, és a magyar kultúra lesz az egyetlen a tájék, az, ami az övé. Úgy érzi, hogy ott van otthon. És viszont, amiben ő azt hitte, hogy otthon van, az már a félmúlt volt. Mire ő belenőtt a magyar kultúrába, a magyar kultúra már nem kért belőle olyan nagyon, vagy a hivatalos magyar kultúrának nem nagyon kellett ez az ember. Jó, hát tudjuk, mi történt. 45, ugye véget ért a világháború, és Gyarmati Fanni első dolga az volt, amikor megindult az élet, még nem nagyon indult meg, milyen jégtáblákon kellett lépkedni, tehát ez volt az élet, de azonnal bement a belügyminisztériumba Erdei Ferenchez, aki az új belügyminiszter lett, aki szegedi barátja volt Radnótinak, hogy csináljuk már meg ezt a névváltoztatást, hogy mire Miklós hazajön, addigra legyen Radnóti. Szépen meg is csináltak, meg is van a dokumentum, hogy Radnóti Miklósnak hívják. Csak éppen a te általad is emlegetett kanonizált változat szerint, amikor erre a pecsétet ráütötték, Radnóti már nem élt. Vagyis ugye halott embert nem lehet átnevezni. Tehát nincs az a hatalom, ami Kossuth Lajost holnap máshogy nevez, és erről kijön egy belügyminiszteri rendelet, hogy ezentúl Kovács Lajosnak hívják. Ez ilyen nincs. Tehát Radnótit se megcsinálták, de már későn csinálták meg. Viszont Radnóci néven ugye nem csak a munkaszolgálatos levelezés, hanem a doktori disszertációja is úgy kellett, hogy először megjelenjen, amit Kafka Margit művészetéről írt, Kafka Margit művészeti fejlődése címmel. Miért Kafka Margitot választotta? Az a disszertáció kétszer jelent meg, hát ugyanaz a szedés, csak két borító, meg a címnegyed más, egyszer Radnóci, egyszer Radnóti néven. Egyszer a Ferenc József Tudományegyetem adta ki, ugye az volt a hivatalos, és egyszer a Szegedi Fiatalok kollégiuma, művészeti kollégiuma adta ki, de ugyanaz. Hát Sik Sándor javasolta neki, ez, ugye,
rengeteg szerint, de velem is előfordul, hogy oda jön diák, hogy miből írjon a szakdolgozatot. Én ezt nagyon utálom, mert hát miért én mondjam meg mit tudom én, hogy őt mi érdekel, és akkor az ember többfélét mond. Sík Sándor ismerte viszont Radnótit, és ez nagyon érdekes, hogy a Kafka Margitot ajánlotta neki. Többszörösen is érdekes. Ugye, mert hogy nő. Tehát, hogy azért hány szakdolgozat születik nőíróról, nőköltőről, és akkoriban ez még nem is volt ilyen beszédtéma. De Radnóti, érdemes megnézni az összegyűjtött prózai műveiben, hogy írt recenziókat. És én megszámoltam, és jól emlékszem, hogy 19 nőköltő könyvéről, verses kötetéről írt recenziót, ez körülbelül az összes recenziónak a fele. Na most hát nézzük meg bárkinek a recenzióit, költőkét akár, hogy kiről írt, Kosztolányi, vagy mit tudom én, bárki. Nagyon érdekes, hogy Radnótiban volt egy ilyen furcsa érzékenység. És tehát ez is nagyon érdekes volt. Kafka Margit pedig azért külön érdekes, hogy a költészetivel foglalkozott, nem a színek és évekkel, hanem a poétikájával. És ugye Kafka Margitot hát nagyon fiatalon halt meg. Adi Endre nagyon szerette Kafka Margitot, de hogy olyan ziládnak, slamposnak, tehát ezek ugye a merev, jól kimunkált, a, mit tudom én, a babicsi esztétikához képest, ezek olyan furcsa versek voltak, a hangjuk olyan széttartó, olyan rendeze, kócos. Viszont ha most valaki levesz egy Kafka Margit kötetet a polcról, és elkezdi olvasni, akkor azt fogja tapasztalni, hogy milyen friss, hogy milyen érdekes, hogy az, ami akkor olyan kócosnak tűnt, hogy nincs rendben, hát miért nem teszi már rendbe, miért nem rímel akkor már rendesen, vagy valami, miért így ír, kiderül, hogy hát azért nem így ír, mert úgy írta, hogy jónak látta, és az elég jó volt. És ezt próbálta föltérképezni Radnóti, hogy miféle poétika ez, miközben ő egészen más vers technikával dolgozott, de ebből sokat tanult. Ha már vers technika, akkor nézzük meg, hogy ez a úgymond első időszak Radnótinál milyen verseket jelentett? Hát a féle zsengéket jelentett. Érdekes módon a színész vagy a színművészeti egyetemi ismerőseim azt mondják, hogy fiatal színészek, akik felvételiznek, nagyon szeretik ezeket a korai Radnóti verseket, a legelső kötetből ezek az Áhítat Zsoltárai ciklust, amit hát Gyarmati Fannihoz írt, meg más ilyen korai verseket, amelyek hát nem... Olyat más is tudott. De volt itt, és utána azt is pontosan lehet követni, jó, de akkor így írtak, mert két ilyen, vagy három mondjuk irányzat volt durván tekintve, és az egyik ez a Kassák kör volt. Radnóti nem volt Kassák körös, de mondjuk Vas István igen, ekkor még nem szerették egymást, de ez a szabad verses, hogy egyenesen bűn volt kötött formában írni. Hát, amikor Vas István először írt hexametert, akkor hát a saját körében árulónak tartották. Hát egy valami szörnyű bűnt követett el. De voltak természetesen a nyugatosok, akik, és nem a Füst Milán, hanem akik a Babicsi, Kosztolány is, Tóth Árpád, Juhász Gyula, Nagy Zoltán féle zártabb verse esztétika mentén alattak, és persze voltak mások is, voltak ilyen poszt népnemzetiesek, Kozma Andor, mások. Na és Radnóti, hát kezdetkor nem a nyugathoz csatlakozott, hanem egy ilyen furcsa avantgárd volt. És akkor valahogy a Sík Sándor hatása is lehet benne, a többiek hatása,
ő nem a halála után kezdte el József Attilát értékelni és tisztelni, járt is ott a pozsonyi lakásukban a József Attila. Tehát, hogy valahogy felfogta, hogy változtatni kell, és érdemes megnézni a kötetét, hogy nyomon követhető, ezt általában a költők szeretik eltakarítani az ilyen nyomokat. Ugye Berzsenyi állítólag széttépte azokat a könyveket, amelyek a poétai harmonisztikájának a forrásművei voltak, mert egy zseni az önnemzéssel születik. De Radnótinál ott vannak a nyomok, és pontosan látszik, hogy az első vers, amikor már tudott jambust írni, az a pontos vers az alkonyatról. Odáig próbált, rímelt, minden nem ment. De aki tudja a verset, az tudja, hogy az nem jön ki a jambus, nem jó. Suta a rím, nem így kell rímelni. És egy nyáron megtanulta, eznek nyoma van, egy nyarat ennek szentelt, még az egyetemi évek végén, és onnantól kezdve tudott kötött formában írni, attól kezdve tudott fordítani, ami hát ha megélhetés nem is, de azért munkát szerzett neki, akkor is ugye nem volt soha munkája, méghozzá hát hogy tudott fordítani, hát kevesen tudtak úgy fordítani, mint ő, és attól kezdve, mint egy klasszicizálta magát. Ez a fordulat, tehát 34, ugye az első igazán erős kötete szerintem a Járkál csak halálra ítél, de hát ezen lehet vitatkozni. Ugye azt a szakma is elismerte Baumgarten jutalommal, illetve hát elismeréssel járt, viszont ez már 36-ban volt. Előtte még azért Szegeden át kellett élni a többek között a zsidóverések és egyéb meghurcoltatásoknak a traumáját. Ezt miként jelenik meg nála? Nem jelenik meg közvetlenül. És erről a közvetlenségről majd még lesz szó. Tehát ezt tudjuk, hogy az első világháború után, Trianon után nem sok idő telt, hogy meglegyenek a felelősök mindenért, és már 1920-ban voltak a Pesti Egyetemen zsidóverések. De amikor Radnóti leérkezett, ugye 29, 30, 31, 32, minden ősszel voltak, és erről a Dél-Magyarország, Szegedi újság mindig hülyen tudósítottak, hogy milyen botrány volt. De a rejtélyes okokból, vagy nem is olyan rejtélyes okokból, erről nagyon kicsi a szakirodalom. Tehát a 45 után sem lehetett erről olvasni. Ugye Csaplár Ferenc, a kiváló néhány éve elhunyt irodalomtörténész írt a szegedi fiatalokról egy könyvet, és abban van egy fejezet, aminek nem ez a címe, és ebben van elrejtve 70-es években, hogy mi is folyt ott Szegeden. Tehát valamiért erről ez tabu volt, nem lehetett róla írni. Ezt kell gondolnom, mert hogy máshol se, mások se írtak, de minden ősszel a turulisták, a turulista diák szövetség különféle ürügyekkel megtámadta zsidó hallgatókat, berontottak a termekbe, bűzbombát dobtak a jogi karon az előadóterembe, kiráncigálták a professzort, aki ki akarta őket utasítani, kötelező, hogy tartson katalógust a professzor, és aki hiányzik, az nem tudom, hogy mi legyen. És hát durva atrocitásokra került, és ennek nem volt nyoma Radnótinál. Hát a naplóját később kezdte. És a levelezésében akadtam aztán nyomára, hogy ezeket rendben megírta haza Gyarmati Fanninak, hogy már megint mi van itt, és hogy akkor őrt áll, hogy akkor a bizottság megy be tárgyalni a dékánhoz, vagy mi, és akkor ők ott ilyen oszlopok mögött őrt állnak, hogyha bármi atrocitás van, akkor előugorjanak, tehát hogy megszervezték a diáktársuk a védelmét, és ez évről évre ment, körülbelül 3 éven át mindig szerepel a leveleiben. Na most ez nem válik
témává. Radnóti nem olyan fajta vallomásos önéletrajzi költő volt, aki ezeket megírja, de és akkor itt most visszatérnék a születésre, hogy ha valaki, és nem nagy fáradtság, ezzel a szemmel végigolvassa Radnóti teljes verses életművét, az ennyibe sok jegyzet is van, tehát ennek a kétharmada, és azt nézi, hogy a halál, és hogy kinek a halála, akkor azt látja, hogy az elején meglehetősen sok fiatalkori vers van, még ezek a kevésbé érett versek, az anyja és az apja és az anyja haláláról, és ezt ez nagyon sokáig eltart. Ez valójában a 28 év című verssel ér véget, és az már a Meredek útban jelent meg 38-ban. Pillanat, csak ez az erőszakos rút kisded volt, amin ikret szülő anyácska gyilkosod. Öcsémet halva szültedé, vagy élt 5 percet, nem tudom. De ott a vér és jajgatás között úgy emeltek föl a fény felé, akár egy győztes kis vadállatot. Ez az utolsó verse, amiben az anya haláláról ír, és az első, hát az nem tudom, mert lehetett is olvasni, meg kicsit zavarban vagyok, mert túl gyakran mondtam ezt el, hogy ebben a Balassa körben írt egy verset 16 évesen, és azt megmutatta a mellette ülő Gyarmati Fanninak, és az anya haláláról szólt, és hát egy szívszorító, de egyben nagyon mulatságos vers, mert a fájdalmat próbálja Radnóti ebben elmondani, és dadog a versben, és ezt ő tipográfiailag megoldotta, hogy a szavakat föltördelte, nem mindegyiket, néhányat, nagyon jól csinálta, ilyen 3 pontokkal vannak a szavak. Egy nagyon kezdetleges vers, és ez nem volt benne sokáig az összegyűjtött kötetbe, de én aztán úgy gondoltam, hogy ennek igazán ott lenne a helye, legalábbis úgy, igen, ez a nem volt anyám. Én nem ismertem az anyámat, aki nekem 2 életet adott, ... Az enyémet s az övét, ... az, ... ő, ... vét, ... is. És így megy végig, így szét van szabdalva. Ez felolvasni hát nyilván nem jó, de ha valaki megnézi, akkor látja, hogy próbált, vagy kísérletezett, hogy hogyan lehet valamit, egy traumát elmondani. Ez nem elképesztő. És innentől a 28 évig van egy ilyen nagy ív, ahogy ő, hát ezt a pszichológiában úgy mondják egy ilyen kevéssé szerencsés kifejezésre, hogy feldolgozni a traumát, hogy feldolgozta a traumát. Igazság szerint utána van még egy a 28 év után még egy pont, az ikrek hava, ami erről szól. És ott azt, de hát az már valami egészen elképesztő próza színvonalon van. Na és akkor, jó, ezt értjük, hogy valakivel ez történt kamaszkorában, és ezzel viaskodik, de szerencsére az élete rendben van, bizonyos szempontból a magánélete rendben van, amúgy semmi nincsen rendben, és hát valahogy ezt megírja. De eközben vannak ilyen zavarba ejtő dolgok, hogy már 33-ban, ugye ott van a Mint a Bika című vers, ahol önmagát úgy vizionálja, mint egy bikát, egy szarvasbikát, amely ott a farkasok ellen öklelőzik, és hogy meg fog halni, természetesen ott fog elesni. Ez egy a Járkálj csak halálra ítélt című kötetnek a
Nem, az Újholdnak a nyitó verse, bocsánat, az Újholdnak a nyitó verse, hogy ő hal meg, a következő versnek az a címe a kötetben, hogy és kegyetlen, anyám meghalt, az apám és ikerőcsém is. Tehát a saját halála után rögtön jön abban a kötetben, ő megszerkesztette a köteteit, nem minden költő, van, aki csak úgy összehánya, ő megszerkesztette. És utána néhány verssel később van egy Sík Sándornak ajánlott tört elégia, amiben az egyik sor így szól, hogy és minden nap újszülött borzalommal élek, s oly nyugtalanul. Szeretőm karolásához is gondíze járul, s egyre vadabb bennem a szomorúság. Na most, és ettől kezdve, 33-tól kezdve megsokosodnak azok a versek, egy listát tudnék felolvasni, hogy fiatal férfi, nem tudom, hogy milyen halál vár rád, meg golyó, zümmögve száll feléd a golyó. 33, 36, Istenhegyi kert, Alkonyi elégia, háborús napló, decemberi reggel, elégia, járkál csak halára ítéltetek, mind 36-ban voltak. Még az abesszíniai hábasz, meg hát most Etiópiában az, hogy mi van, hát arról nem ír verset. Hogy mi volt ez, hogy még nem zárta le azt az ívet, de már elindította ezt a saját halálívet? Miért volt ilyen érzékeny arra, ami körülötte történik? Miért tudta ilyen pontosan, hogy a hetszelés, az antiszemita uszítás hova vezet? Hát például, de ezt én csak úgy gondolom, hogy hát például jó leckét kapott Szegeden, amikor ott oszlopok mögött kellett lesni, hogy megtámadják-e a diák bizottságukat, a zsidó diákképviselőket, a turulisták, és mi lesz. És ott voltak halálesetek, tehát a Osváth Zsuzsanna, aki Amerikában van, és Radnótiról írt egy angol nyelvű könyvet, hogy neki a apjának valamilyen barátját, azt ott egyszerűen megölték egy ilyen zsidó verés során. Tehát ez nem volt ártatlan dolog, ez nem olyan kis csetepaté, nem gruntháború volt. Ugye azért a művészeknél ez egy ilyen időszakban többeknél is előkerül, hogy úgymond ilyen apokaliptikus, vagy önmagukat is áldozatként, és akár önmaguk halálát vizionáló alkotások készülnek, mint egy felkiáltó jelként is talán. Igen, de nem tudunk a 30-as, 40-es évekből még egy költőt, akinél ez ilyen konzekvens, szisztematikus téma. Voltak éppen senkit nem tudunk. Tehát, és ha most azokat a költőket nézzük végig, akik veszélyeztetve voltak, mondjuk így, hogy származásuk miatt, hogy Füst Milántól, Zelg Zoltánon át, Vas Istvánon át, Nagy Zoltán, aki nagyon jó költő volt, az első nyugat nemzedékhez tartozott. Neki van a végén egy-két szép verse, de ez a szép Ernő, hát rengeteg nevet lehetne mondani, és egyedül Radnóti az, aki már a 30-as években azt mondja, hogy ezek meg fognak ölni engem. És a többiek nem. Minden mással el voltak foglalva, ez valahogy úgy nem. Biztos szorongtak mi egymást, de ebből verset Radnóti írt. Ez az egyik különlegessége szerintem. Ez tényleg érdekes. Hogyha kicsit ugrunk, mert az idővel kicsit rosszul gazdálkodom, az 1940-es évekre az Ikrek Hava megjelenik, majd ugye az első munkaszolgálat. És a munkaszolgálatos évekre kérdeznék rá, illetve ezeknek a ugye, cenzúra alá kerül már, viszont ez az időszak az is, amikor, illetve 40 előtt volt, amikor megkeresztelkedik. Az 43 volt. 43. Igen. Mert nagyon kifejező, azt hiszem, hogy tehát 43-ban ugye megkeresztelkedni nem jelenti azt, hogy akkor valamitől menekülni akar, hanem emögött egy meggyőződés húzódott. Ezt is nagyon nehezen kezeljük, azt hiszem, vagy értelmezzük. Hát
Hát a munkaszolgálatról nem nagyon lehet mit mondani, hát három munkaszolgálat volt, egyre rosszabb volt, egyre vadabb lett a helyzet, egyre kegyetlenebb, de már az első munkaszolgálat alatt is hát sok mindent megtapasztalt. A második munkaszolgálat során volt ez a híres eset, amikor már mint úgy híres, hogy mostanra már közismerté vált, hogy egyszer ugye megverték, tehát fogorvoshoz kiengedték, akkor már Pesten volt éppen ilyen valami ládagyárba szögelt, és elengedték, és várt a villamos megállóba, és az Albrecht laktanyával szemben a villamos megállóba is ilyen belekötöttek ilyen katonák, olvasott, nem látta őket, bevitték, kopaszra nyírták, megrugdosták, megkínozták, aztán hazaengedték. De közben már vitték be a többi áldozatot. És akkor Gyarmati Fanni naplójában erről van egy nagyon súlyos pár oldal. És akkor utána jött a harmadik munkaszolgálat, ahonnan meg már nem jött vissza. Vagyis, hogy ez hát egy egyre mélyülő és örvény volt ez a munkaszolgálat. De a második munkaszolgálat után valóban megkeresztelkedett, mert elhatározta, hogy 33 éves kora előtt áttér a katolikus hitre, és ezt gondosan kikalkulálta a részben, hogy semmi előnye ne származzon belőle. Hát egyébként hogy annak se származott előnye, aki 1888-ban keresztelkedett meg, tehát édes mindegy volt már rég. De hogy ő ezt kiszámolta így, nem volt könnyű ugye kilépni, bejelenteni a zsidó egyházközségben. És a családdal szembe se volt könnyű, egy levelet kellett írni a gyámjának, hogy nagyon köszöni az eddigi támogatást, de hát most már meg tud élni, szó se volt erről, továbbra se volt munkája, meg állandó keresete, csak úgy érezte, hogy nem fogadhatja el a gyámjától, aki viszont a zsidó egyházközséget támogatta, a Grósz Dezső. És igen, ő ezt annyira komolyan vette, hogy az egyik munkaszolgálatra Bibliát, a másodikra Bibliát is vitt magával, talán az elsőre is egy kis Bibliát vitt magával. Hát elég furcsa lehetett ott a többi munkaszolgálatos között, de közben a hírek szerint, és ez talán nem csak a megszépítő emlék, hogy szerették őt, bár gondolom néha elviselhetetlenül oktatta ott irodalomra a ponyvaregényt olvasó különféle figurákat, kereskedő segédeket, hivatalnokokat, bárkit, és hogy az Arany Jánost kell olvasni, az Arany János nem. Egy kicsit még erről az időszakról, még ugye említetted, hogy nagyon keresete lényegében sose volt, mindig úgymond hát fordításokból tanítani nem tanulhatott, akkor magántanításból valamennyit kereshetett. Tehát hogy élt Radnóti? Hát rendkívül szerényen, és ebben azért makacság is volt. Tehát, hogy ő elhatározta, hogy nem lesz textilkereskedő. Ugye hát a Vas István, akivel később jó barátok lettek, hát azért különféle gyárakban ott hivatalnokoskodott, aztán hazament és este irodalmi életet élt, megír. De volt állandó keresete. Radnóti nem vállalt ilyesmit. Nem vállalt olyan, ő szeretett volna természetesen mondjuk egy szerkesztőségbe bekerülni, de erre egyre kevésbé volt mód, és nem volt hátországa, tehát ugye nem voltak ilyen családi kapcsolatai. Iskolába taníthatott volna a zsidó gimnáziumba, de ő nem tanított a zsidó gimnáziumba, mert nem tekintette magát zsidónak egész egyszerűen. Ez nagyon érdekes. Ezért aztán részben a gyámja adott neki havonta, hát nem nagyon emelkedett, de mit tudom én, ilyen 120 pengőt talán, aztán gondolom egy kicsit emelkedett idővel, akkor voltak magántanítványai, fordítgatott, minden lexikon szócikkeket vállalt az egyik ilyen
kis lexikonban, azt mondja, talán a magyar lap, valamelyik lexikonban szócikkeket írt, tehát mindenféle ilyen irodalmi kulimunkát is elvégzett, az apósának a gyorsíró iskolájában helyesírást tanított, tehát próbált kis pénzt csinálni, de nem nagyon, nagyon nyomorúságosan éltek. Gyarmati Fanni reggelőttől esik gyorsírást tanított és robotolt, szóval valahogy így voltak. Még egy kicsit a Borino teszre, hogyha rátérnénk, illetve annak a... Tehát Radnótit tényleg azt gondolom, hogy a Borino tesz által egy olyan szimbólumnak is tekintjük, aki a úgymond a holokauszt irodalmi szimbólumává vált. Mennyire tévedek ebben? Hát én azt hiszem, hogy valóban egy ilyen ikonikus vagy szimbolikus tárgy. A Helikon kiadónál 71 után 6-szor jelent meg az a kis két fekete füzet, amiből hol az egyik, hol a másik kemény táblás, ezt rejtélyes módon váltogatta a kiadó. Az egyik a Borino tesz, a másik az előszó, és a Borino teszben hol csak bele van fényképezve, a negyedik Razglednica, hol külön lapon beleragasztva, szóval mindenféle van, minden kiadás van egy kicsit más, de tehát ez a Borino tesz története, hogy a föld alól előkerült versek, ez annyira erős, főleg, hogy ilyen versek kerültek elő a föld alól, hogy ettől Radnótinak van egy elég erősnek mondható nemzetközi hírneve. Tehát én magam körülbelül 7 vagy 8 önálló, külön-külön angol nyelvű fordításáról tudok, amit mindegyiket más fordított. Ezek közül 2 összes, olyan összes, hogy a zsengék is benne vannak, hogy minek, azt nem tudom. De 2 ilyen is van. Ugye van róla 3 angol nyelvű monográfia, egy ideig több angol nyelvű monográfia volt róla, mint magyar nyelvű, és angol nyelvű tanulmány kötet is. Ezekben persze van magyar háttér mindegyik esetben, de akkor is, hogy ismerek olyan antológiát, jó amerikai kiadó adta ki, Against Forgetting, a feledés ellen, Norton kiadó, az emberírtás költészete, tehát ez egy gyönyörű téma tényleg. És egy vastag antológia, ez azt is mutatja, hogy embertársaink szorgalmasan gyakorolták, hogy legyen miről írni a költőknek, és ebben semmi magyar nincs benne, tehát a szerkesztő nem, sem egy amerikai költő, és a nő, és a bevezetőben az első mondat, a Radnóti történet és a Borino tesz előkerülése, és nem is a legjobb fordítás van benne, de annyira erős ez a történet, és a versek is annyira erősek, hogy még egy nem olyan jó fordításon keresztül is nagyon erősen hatnak. És hát olyannyira, az elmúlt években lett egy ilyen érdekes fejlemény, hogy egy... Mutatom, hogy van egy Csillagszálló nevű kulturális lap, amelynek a bevétele egyébként hajléktalanokat támogat. És ennek oltalom alapítvány. És ennek a egy talán legutóbbi, vagy az egyel ezelőtti számában van egy képregény, amely Radnóti halála, Radnóti sorsa. Hát ezt angolul comicsnak mondják, amiatt egy kicsit félrevezető, mert semmi vicces nincsen benne, és természetesen nem a fülesre kell gondolni, amikor a képregényről, már rég túl vagyunk, ez egy teljesen komoly műfaj, nagyon komoly képregények születnek Franciaországban, Amerikában mindenütt, és ezt egy szerb művész rajzolta, Alexander Zográf, ez a művész neve, és a Zográf azt jelenti, hogy képíró. Amúgy pedig Rakezicsnek hívják, egy nagyon helyes fiatal ember, vagy nem is. És ő az egész úgy indult ki, hogy bor Szerbiában az
önmagában is egy érdekes hely. Két okból, mert részben ott voltak a részbányák, a munkatáboroknak már nincs nyoma, Csapody Tamás is nagyon nehezen talált meg bizonyos alaprajzokat, de hát ott vannak ezek a meddőhányok, mély gödrök, mi egymás, hogy ott még folyt a háború után részbányászat, majd bezárták a bányát, és lett egy ilyen holdbéli táj. Itt van ilyen, nem tudom, úgyse látni, de hát mindegy. És a Szása nem ez érdekelte, hanem az, hogy Milosevic elnök, most a részbánya az olyan, mint egy seb, tényleg nem akarom itt dramatizálni, de hát ott egy ilyen vadon van körülte, egy érintetlen rengeteg van körülötte, ott van a részbánya, és az érintetlen rengetegből kiemelkedő egyik hegyre Milosevic egy rekreációs központot kezdett el építetni betonból, amit nem lehetett csak helikopterrel megközelíteni. Tehát olyan helyre, amit gyalog, tehát autóval nem lehet oda menni, csak gépen lehet fölé beszállni. És Milosevic megbukott, ott maradt a részbányától, nem messze ez a beton temető, és hát ez izgatta a Szását, oda ment, megnézte, nem tudom, hogy szállt fölé, és csinált ebből egy képregény. Tehát az egy kétoldalas képregényt, hogy a sebzett föld. És ezt meglátta egy Emanuele Massoni nevű olasz fényképész, aki amúgy inkább ilyen divattervező, ilyesmi, de művészi fényképeket is csinál, és oda ment, összeismerkedett a Zográffal, vagy Rakezicssel, oda mentek, elkezdtek fényképezni. Fényképeztek ilyeneket, hogy itt is az út véget ér, utána egy szakadék van, nem zuhantak bele, tehát minden szépen elkészültek a fényképek. Élnek emberek ott, vannak ilyen házak, rettenetes állapotban, nem látni semmit, csak az egyik ház tőben egy kutya, vagy egy ilyen fél arc az ablakon kinéz. Ott a Boszniából átmenekült, főleg cigányok laknak ott, tehát ilyen elüldözött menekültek húzzák meg magukat az amúgy kihalt borba, hogy mit csinálnak, miből élnek, mit esznek, hát ezt nem lehet tudni, de egy halott város. Na és akkor ott egyszer csak látták, hogy hát persze Milosevic meg részbánya, de hogy itt van egy szobor Radnótiról, egy érdekes szobor, és akkor ott hallottak először Radnótiról. És ezek után a Olasz Kultúrintézet itt két éve tartott egy kiállítást a olasz Massoni fényképeiből, de kitették az eredeti Zográff képregényt is, és utána elvitték az egészet Rómába, és addigra már a Szása megcsinálta a Radnóti képregényt, és azt is kiállították. Azóta megjelent Japánban, japánul, meg angol, szóval sok helyen megjelent, és nagy nehezen végre megjelent magyarul, Magyarországon is magyar, tehát lefordított szöveggel. Tehát ez egy érdekes fejleménye, de ugyancsak a Radnóti elképesztő hatását, tehát az életnek és életnek ezt a hihetetlen erejét mutatja. És akkor még egyet mutatnék meg, hogy a Bori Notesznek van egy másik kiadása, ami már nem ez a fekete, mert ebben a kötetben benne van a Bori Notesz teljes anyaga, de úgy, hogy eredeti méretben, legalábbis én nagyon remélem, és kinagyítva is, de nem füzet formában, ez egyébként kapható. Benne van a úgynevezett szalai kézirat, nem tudom, ez mond-e valamit, tehát Radnóti a verseit amikor két menetoszlop elindult Borból Magyarországra, akkor Radnóti az első csoportba került, és a verseit letisztázta, és átadta egy barátjának, Szalai Sándornak, aki később szociológus, akadémikus lett. És Radnóti hát eltűnt, majd később a holtesteket exhumálták, és megtalálták az iratokat, de Szalai Sándor meg a második menetben volt, őt fölszabadították a partizánok, hazajött, a verseket sikerrel hazamenekítette. Nagyon különös dolog,
Az az öt vers, amit Szalai hazahozott, az a Borinotesben olvashatatlan, lehet ellen, tényleg olvashatatlan, szétázott. Az az öt vers, amit később írt és nem adott át Szalainak, az olvasható. De ezt nem úgy kell elképzelni, hogy az középen volt és védte a többi vers. Nem, valamiért azok nem áztak el. A többi meg elázott, hogy félig meddig. Na, tehát benne van a Szalai kéziratokat, soha senki nem látta eddig még rajtam kívül, meg Radnótinén kívül. És ebben a kötetben még benne van az is, mindaz az anyag, ami az exhumáláskor előkerült, fényképek, levelek, igazolvány, minden, ami abban a börtárcában volt. Ez is eddig hát publikálatlan anyag volt. Tehát ez most egy olyan Borinotes és Abdai dokumentumok, amelyben minden benne van, ami az Abdai tömegsír exhumálásakor előkerült. És így lehet egybevetni a Szalai kéziratokat, meg a, mind át van írva, tehát ami olvashatatlan, amennyire ki lehetett betűzni, minden át van írva, nyomtatásban is megjelenik. Van egy nagyon érdekes dolog, ezt még elmondom, egy mondat lesz, hogy a levél a hitveshez, azt ugye úgy ismerjük, hogy strófákra van tagolva. És teljes joggal, hiszen a Szalai kéziratban, amely az egyetlen hiteles, olvasható kézirat, abban így van. Csak hogy a Borinotesben is ugyan látszólag így van, ha itt kikeresnéd, de a Borinotesben, amely a haláláig vele volt a Szalai kéziratot, azt átadta Szalainak, ezért mondom Szalai kéziratnak, azt átadta. De tovább élt, még élt, nem tudom én, két hónapig. Igen, itt van, nem nagyon látszik, de talán az előlülők látják, hogy itt is strófákra van tördelve. Azt már nem látják, de el kell hinniük nekem, hogy itt szabályos korrektúra jelek vannak, amelyben összehúzza a strófákat. Hogyan kell akkor a levél a hitveshez közölni? Hiszen ez számít az ultima manusnak, hiszen ez a halálakor is vele volt. Az nem volt vele halálakor. De van egy hagyomány, hogy strófákra tördeljük. Én ebben a kötetben, a jegyzetben közlöm egybeszedve, és szerintem óriási a különbség. Ugyanis Radnóti tudta, hogy mit csinál, rájött, hogy ennek az a címe, hogy levél a hitveshez, ez episztola. A levelet, hát ma persze üres sorokat hagyunk a számítógépen, de általában korábban úgy írtuk a levelet, legfeljebb új bekezdést kezdtünk. Tehát, hogyha egybe olvassuk, nagyon más az egésznek a szavak ugyanazok, de mégis a tipográfiai elrendezés miatt más lesz, a drámaibb lesz a hatása, ugyanis nem egy ilyen cizellált vers. De ebbe a kötetbe nem mertem még úgy beletenni a jegyzetbe se, de majd eljön annak is az ideje. Akkor meg fogjuk próbálni így olvasni ezután. Ez a kötet egyébként a Helikon kiadónál jelent meg, érdemes majd megkeresni a könyvesboltokban. Végezetül még egy kicsit a Radnóti értelmezés vonatkozásában, illetve Radnótira való emlékezés vonatkozásában. Arra térnék ki, hogy miként emlékezünk rá, mert nagy kultusza van, ez érződik, a kötetek ugye tényleg nagyon keresettek, a naplók, bármi megjelenik azonnal, az emberek mozdulnak, és érdekli őket. Érdekesség, hogy megnéztem, hogy a köztérkép adatai szerint viszont például Radnótiról nincsen Magyarországon 15-20 szobornál, köztéri szobornál több. Én azt gondoltam, hogy sokkal több van, viszont vannak intézmények elnevezve, Radnóti menet van évről évre, emlékmenet, ugye van a nagy sikerű est, amit adnak a katonaszínházban, meg más helyszíneken is, tehát hogy nagyon sok minden van, és mégis egy érdekes helyzet, hogy tehát nem tudom, hogy emlékezünk Radnótira, vagy hogy kezeljük, mert azt érzem,
érzem, hogy mindegy felhasználva lenne egy kicsit Radnóti, le tudjuk vele akár a traumáról való gondolkodást, mellé rakjuk az érdekes sztorikat, és mint hogyha egy kicsit ezt öncélúan használnánk társadalmi szinten. Hát valóban lett hírértéke lett mindennek, ami Radnóti, meg különösen amikor Gyarmati Fanni naplója is megjelent, tehát majdhogy nem ilyen bulvár szinten lángolt fel az érdeklődés, és ez érdekes jelenség, hogy ez egy irodalomon túli voltak éppen társadalomtudományi magyarázatot igényel, azt hiszem. De ehhez az is, hogy lehet, hogy szobor kevés van, és hát az engem olyan nagyon nem ráz meg, mert van jó is, meg rossz is, de az, hogy az összegyűjtött versei tényleg most már lassan 30-szor jelentek meg, azért az nagyon nagy szám, és azért jelennek meg ennyiszer, mert elfogynak. Tehát a jó régen, 89 előtt 30 000-es példányszámok voltak, de az Osiris, meg a Magvető, hát egy pár 2000 példányba adják, és állandóan újra kell nyomni, így van mód a hibákat javítani, tehát hogy újra kell nyomni, mert elfogynak. Vagyis van egy ilyen folyamatos érdeklődés, aminek van egy nagyon egyszerű magyarázata, hogy Radnóti hangja. Hogy ezt mindig hozzáteszem, hogyha így közönség előtt kell beszélnem Radnótiról, hogy én nagyon jól tudom, hogy vannak Radnótinál szélesebb spektrumú költők. Hogy József Attila is akár, vagy Vörös Sándor, egészen biztosan Babits. Már Radnótinak nagyon szűk nem a perspektívája, hanem az irányultsága. Ez egy szűk és nagyon mély költészet, de olyan hangon tud megszólalni, ami nagyon emlékezetes. Ugye azt hiszem, hogy mindannyian tudunk Radnóti idézeteket. Nem minden költő tud ilyen verset írni, amire emlékezünk, attól még lehet nagyon jó költő. Kassák Lajos nagyon-nagyon jó költő, de azt hiszem, hogy sokkal kevesebb sor tudunk Kassák Lajostól idézni, mint vagy akár Vas Istvántól is, vagy nagyon sokaktól. Radnótinak volt egy ilyen képessége, hogy ő tényleg így sűrítette a verseit. Nagyon jól használható. Egy időben elkezdtem gyűjtögetni, hogy ezek újsághírekbe, ugye, hogy állandóan idézik, hogy ki gépen száll fölé valami helikopter ügynél, vagy szóval, hogy mindig találnak tőle egy idézetet, hogy a verseiből. Én egyszer kicsit profán lesz, de egy ilyen öreg fiúk csapatban kosárlabdáztam, és akkor egyszer csak, amikor a ellenfél megszerezte a lepattanót, és nekünk hátra kellett menni, mert ők támadtak, akkor az egyik csapattársam elrikkantotta magát, hogy ó, tarts ki, addig lélek, védekez. Tehát, hogy úgy mondja, egy alkalmazható költő Radnóti. Tehát, hogy tényleg nagy, hogy nem bírta hát. Tehát, hogy ez a Petőfi meg az Arany ilyen, hogy így hogy nagyot koppan azután elhallgat. Tehát ezt még egy korosztály tudja ma már, szerintem nem mindenki, meg néz ki fiam Sára. Tehát, hogy a Radnóti ilyen. Ez az egyik dolog, meg ugye a 19 költőnő, meg Kafka Margit, hogy ilyen gyengéd szerelmes verset nagyon kevesen írtak a 20. században. Van egy-két példa rá, Vörös Sándor is tudott, ez a canzone, ez például igazán gyönyörű, de Radnótinak van egy ilyen nagyon gyengéd, intim szerelmes vers hangja, ami nagyon ritka. Ez az egyik része, ez egy szerethető költő. De a másik része, amitől ő ikonikus, szimbolikus alak, ott én egészen, szóval, hogy nem vagyok valami, nem is tudom, hogy mondjam, mert természetesen időnként az olyan rosszul veszik ki magától. Azt gondolom, hogy Radnóti fogadtatására a nagyfokú társadalmi zavarodottság jellemző. Amire a özvegye, akit ugye egy életen át, 60 éven át zaklattak a jóindulatú érdeklődők, hogy ők hogy szeretik a Radnóti, hogy rajonganak Radnótiért, és ezért rögtön tollat ragadtak, és emlékeztették az özvegyet, hogy meghalt a férje. Érdekes formája ez a rajongásnak.
ő mindig azt mondta az ilyen megemlékezésekor, hogy hát ugye ne tetszett volna megölni a költőt, és akkor nem kellene rá így emlékezni, hanem előbb meg a verseket kell olvasni. Na most erre egy mondat, és akkor utána tényleg abba is hagyom, hogy ahogy néztem Radnóti életművét és a verseit többször végigolvastam, sok érdekes dolog derült ki. És abból, ahogy ő a világ, tehát hogy önmagát hogyan határozza meg. És ez hát egy egészen különös képlet, nagyon nem biztos van más hasonló képlet, de azért mégis furcsa. Tehát van egy budapesti zsidó családban született ember, magyar anyanyelvű, aki ilyen-olyan okokból, hát ugye ez az asszimilációnak egy ilyen formája, hogy nem tért át a család, hát vallástalanok voltak. Tehát, hogy vallástalan légkörben nevelkedett, ami azt mondja, hogy teljesen nyitott volt mindenre. Ez az ember elhatározza, hogy magyar költő lesz, az utolsó leheletével ezt írta a Bori Noteszbe, hogy ez a jegyzőkönyveske egy magyar költő verseit tartalmazza. Tessék, nem tudom én, kérem meg, juttassa el, és ezt odaírta sok nyelven. Szerbül, de egy horváttal iratta oda szerbül, ez derült ki a nyelvészeti elemzésből. Tehát, hogy magyar költő akart lenni, a katolicizmus vonzás körzébe került, és komolyan gondolta, és katolizált, és a maga módján azt kell gondolnunk, hogy hívő volt, és ezen kívül baloldali volt. Majdnem kommunista, ha nagyon, akkor kommunista, vagy róla azt hitték, de amikor a felesége, akkor még csak, tudom, egy mennyasszonya, az illegális kommunista párt megbízásában anyagokat gépelt, és a Radnóti a gépelésről rájött egy példányból, hogy ezt a Gyarmati Fanni gépelte, akkor azonnal írt egy levelet, hogy ilyet ne vállalj ilyet, hogy nem. Mert a pártban nem, tehát ő nem volt pártszerű, de konzekvensen baloldali volt. Na most egy ember, aki a zsidóságától elhatárolódik, arra úgy gondol, hogy ez körülbelül olyan, mint az ógörög mitológia, hogy neki ennyi. Ez nagyon, sokaknak nagyon fáj, és én ezt teljesen meg is értem, de hát erre nem nagyon lehet mit csinálni, ha Radnóti nem akart zsidó lenni, akkor nem zsidó. Ezt a Vas István gyönyörűen megírta, amiért vigyük a Saskeseiben, hogy ez képtelenség, amit a Radnóti mond, hogy mondhatja azt, hogy nem akarok zsidó lenni, vagy zsidó vagyok, hogy nem vagyok zsidó, hát ezt nem mondhatja. Radnóti ezt mondta, és teszi hozzá Vas István, mint mindenben, ebben is igaza volt Miklósnak. De az életébe került ez az igazság. Tehát így áll, és akkor baloldali magyar katolikus, és ott van mögötte a zsidóság. Na most lehet valaki baloldali és magyar. Magyar katolikus. Katolikus baloldali, na ez már ritkább. Zsidó katolikus, hát jó, ez egy kis áttéréssel megy. Zsidó magyar, hát ezt erről lehetne hosszan értekezni, hogy ez hogy is van. Tehát egy olyan személyiség képletet dolgozott ki ez a Radnóti saját használatra, ami azóta sem hagyja nyugodni ezt az országot, és szerintem jó okkal, mert sok okunk van arra, hogy egy kicsit mélyebben elgondolkozzunk ezeken, és ez egy pár éve jutott eszembe, hogy Radnóti voltak éppen egy ilyen, ugye ez az antropológiai értelembe vett bűnbak. Tehát a bűnbak képzés, hogy a tiszta, Radnóti elég, most az, hogy hány barátnője meg szeretője volt, ez tényleg a Blicknek meghagyjuk, meg bizonyos irodalmi köröknek, hogy erről, mert nekik nyilván ők nulla éves korukban már házasságot kötöttek, és holtodiglan. Szóval, hogy semmi kihága. De hogy tehát a Radnóti, ettől eltekintve, hogy nem lopott, minden teljesen rendben volt, egy tiszta ember volt, jó ember volt a mindenki szerint. Néha kicsit erőszakos volt, érvényesülni akart eleinte, de aztán ezen is túljutott. Egy
klasszikusan alkalmas arra, hogy az áldozat szerepre. Ugye az antropológiai, tehát a törzs kiűzi a áldozati bárányt, rárakják a közösség bűneit, majd kiűzik a pusztába, és ott el is pusztul természetesen. És akkor a közösség megtisztul. Na most ez a Radnóti reverencia, hogy akkor így emlékszünk, úgy emlékszünk, ez hát pontosan erről van szó, hogy rá van rakva ennek az országnak egy némely történelmi bűne vagy problémája, és ugye ahelyett, hogy valahogy ehhez viszonyulnának, ahelyett a Radnóti rajongunk, vagy éppen mondjuk elégetjük a könyveit. Tehát van többféle reakció erre. Igen, utóbbira is még ebbe az évtizedbe került sor, sajnálatosan. Én abban bízom, hogy ez a beszélgetés segít ahhoz, vagy segített a gondolataid által ahhoz, hogy tényleg ezeket a feldolgozásokat és megközelítéseket meglássuk és előtérbe helyezzük. Mielőtt kinyitnánk az asztalt, abban maradtunk győzővel, és a kérdezésre, hozzászólásra lehetőséget adnánk, hogy egy verset fel fogsz olvasni. És addig kérném, hogy gondolják át, hogy milyen kérdésük, hozzászólásuk lesz. A kérdéseket, hozzászólásokat összegyűjtjük, és azt követően lesznek válaszadások rá, hogy az idővel gazdálkodjunk. Hát nem is tudom. Ha úgy magamtól, hogy azt gondolom, hogy ezt megbeszéltük, hogy talán nem valami olyasmival kell bezárni, hogy és érezni az égett emberhús szagát, talán nem ezzel szeretnének elmenni. De olyan nagyon vidámat se fogok tudni. Viszont hát válasszunk talán egy ilyen kevéssé ismertet, aminek az a címe, hogy Mi végre? 41. március 15. Érdekes. Felnőtt vagy, szólok undorodva néha, és nem segíthetsz rajta, lásd be végre. Térj vissza, szól egy hang ilyenkor, csak ülj a földre, és beszélj az égre. Nem tudsz már, kérdi, s mintha Rína. A szék lábától nézd csak, balra Kína, és jobbra lóherés, örök vadászmezők. Ó, hol vagy régi indiáni gőg? Nem érdekel már, honnan fú a szél? Az ember egyre vénül, verset ír, tanít. Csak ülj a földre, és beszélj az égre. S nem ül le, s nem beszél, felnő, és azt se tudja, hogy mi végre. Köszönjük szépen, és akkor kérem, hogy jelezzék kézfeltartással, és oda viszem a mikrofont, és Győző válaszol. Köszönöm. Engem az érdekelne, hogy az erőltetett menet az eredeti kéziratban is ugyanezzel a tagozódással volt, vajon? Mert egy éve hallottam egy teljesen más értelmezésben, hogy két hasábban értelmezték a verset, nem pedig egymás utáni olvasásban. Köszönjük. Összegyűjtjük a... Mutasd meg neki, légy szíves, a kérdezőnek. Azek ilyen játékok. Ez sortöréssel van, ott egy erős sormetszet van, francia Alexandrinusnak lehet, de valójában Walter von der Vogelweide német költő versére haj az, amit tévesen
bizonyos ilyen nibelungizált alexandrinusnak mondanak, ilyen nincsen, ezt a verstanászok tudják. Ez egy létező forma, és a Walter von der Vogelwede verse is egyet fordított is Radnóti, ugye így ez a hagyomány, és neki ez megtetszett. Én úgy tudom, hogy Sík Sándor próbálta megmenteni őt a munkaszolgálatoktól, hiszen biztos tudta, érezte, hogy mi vár rá, hogy nem vetődött fel bennük, vagy családtagjaim, hogy esetleg külföldre menjen a halála elől menekülve. Mert ugye hát tudjuk, hogy a zenében zenészek is elhagyták Magyarországot, amikor érezték azt, hogy halál fenyegeti az életüket. Ez örök kérdés. Erre tehát Sík Sándor nem tudta, mert Sík Sándor azt elintézte, hogy Gyarmati Fanni egy pár hónapig Pécsen egy apácáknál meghúzta magát, de Radnótinak nem tudott búvóhelyet biztosítani, és Sík Sándor maga is egy idő után, hát ha nem is üldözött lett, de a saját rendházába ugye nem engedték be, amikor Budapestet már bombázták, akkor a rendfőnök utasította a kapunál szolgálatot teljesítéket, hogy ne engedjék be Sík Sándort, és nem is engedték be. Sík Sándor ugye már Szegedenről üzentek neki, hogy hát ha a testi épségére vigyáz, akkor nem utazik le Szegedre. Szóval egy ponton ugye az etnikai nacionalizmus az ezt a formát szokta fölvenni, és Sík Sándornak nem, egy idő után már igazából nem volt hatalma. Ez a megmentés kérdés, ez olyan, mint a paszkáli Isten érvek, vagy hitkérdés, hogy ugye négy lehetőség volt, hogy valakinek van búvóhelye, elbújik, túléli. Valakinek van búvóhelye, elbújik, Kunpáter, vagy valaki megtalálja, a Dunába lövik. Valaki elmegy munkaszolgálatra, és hazajön. Valaki elmegy munkaszolgálatra, és megölik. Mind a négyre rengeteg példa van. Tehát ugye Vas István bújt, túlélte. Radnóti nagyon jó barátja, Frankl Sándor könyvkötő bújt, kiráncigálták, lelőtték feleségének, Gizinek csak az egyik szemét lőtték ki, és másnap még élt, és összeszedték hajnalban, mert hajnalban ilyen többnyire apácák járták a várost, és gyűjtötték össze a sebesülteket. A Tabi Lászlótól kezdve Lehel György karmesteren át, mit tudom én, ki mindenki volt Borban, Réz, Ádám, rengetegen voltak, mind hazajöttek. Szalai Sándor, Radnóti meg nem jött haza. Tehát ettől hogy miért nem bújtatták el, Gyarmati Fanni összesen adott egy vagy két interjút a 60-as évek elején, és egyszer írt egy a kortársba egy helyreigazítást, amikor a Vas Istvánt, akit hát nagyon szeretett, de ő megjelentette az önéletrajzának egy részletét, ez a regény folyam azután, és ezen rendkívül fölháborodott, és írt egy levelet, mert Vas azt írta, hogy Radnóti meg akarták menteni, és Radnóti ellenállt. És akkor hát Gyarmati Fanni leírja, hogy Radnótin csak búvóhely segített volna, de búvóhelyet senki nem kínált neki, papírt többen is. Ugye Acél György, akkor Vas is ott volt, többen vittek neki papírt. De ő nem tudja ezt végigcsinálni, alkatilag nem volt alkalmas rá. És akkor azt kérdezi, ez egy nagyon jó mondat szerintem, hogy a drága Pistám, szerinted ez egy bujócska volt, hogy az nem menekült meg, aki nem akart? Hogy el lehetett volna bújtatni, aztán akkor is ott van a vagy-vagy. Lukács Lászlót, a igen tehetséges kommunista költőt, aki Rilkét fordított, őt egyenesen azért küldte Borba a párt, azt mondja, hogy menj el, mert akkor legalább itt nem vagy szem előtt. És akkor pehére valami üvegszilánkot
evett a csajkából az étellel, és az perforálódott, és meghalt. Egy másik, ugyancsak ugyanott, ahol Radnóti. Igen. Én azt szeretném kérdezni, nem tudom, hogy félreértelmeztem-e a Gyarmati Fanni naplójában. Én úgy emlékszem, hogy ez az átérés a katolikus hitre az azért volt, mert Fanni szorgalmazta, hogy talán megmentheti őt a haláltól. Nem jól emlékszem? Nem. Nyoma van, és Radnóti is leírta abban a híres levélben Komlós Aladárnak, hogy ő elhatározta, hogy 33 éves kora előtt, tehát a krisztusi kor előtt átér katolikus hitre, azon kívül a zsidó törvények értelmében bárki áttérhetett, akkor már semmiféle védelmet nem adott. Köszönöm. És még egy kérdés, hogy ön, mint a Radnóti életmű követője, feldolgozója, találkozott Gyarmati Fannival? Hát igen. Anélkül egy csomó minden információhoz nem juthattam volna hozzá. Tehát megengedte, hogy a levelezést, ugye a naplóját már a 2005-ben jelent meg egy könyv, amit Radnótiról írtam, és abban már bele tudtam építeni a akkor még meg nem jelen naplójának a anyagait, meg a levelezésnek az anyagait. Van-e még kérdés esetleg? Akkor ezúton szeretném megköszönni Ferenc Győzőnek, hogy Radnóti Miklósra és ezáltal a 20. századra is emlékezhettünk. Köszönjük szépen, hogy velünk tartottál, és gondolkodhattunk együtt. Hadd ajánljak pár programot, egyrészt a Petőfi Irodalmi Múzeum kiállításait, további rendezvényeit. Január 31-én a már korábban említett Nem tudhatom, Radnóti és korunk című előadás, aminek összeállítója többek között Ferenc Győző és Mácsai Pál, Fulajtár Andrea, Dés László, Dés András közreműködésével lesz előadás. Ezt kövessék majd figyelemmel. A asztali beszélgetésre idén már nem kerül sor, január 30-án, tehát január utolsó csütörtökén lesz a következő alkalmunk, ekkor Boldizsár Ildikó és Kodácsi Simon Eszter lesznek a vendégeink. Boldizsár Ildikó szerkesztésében most jelenik meg a napokban egy kötet, amiben azokat a meséket gyűjtötte össze, melyek különböző kultúrákból származóan a föld megvédését vagy megóvását járják körbe, ezért az Egyetlen Földért címmel fogunk beszélgetni. Kodácsi Simon Eszter pedig teológus, aki ökoteológiával is foglalkozik, és így ennek a vonatkozását járjuk körbe. Február 27-én pedig a következő alkalmunkon Szabó T. Anna író, költő és Váli Dezső festőművész lesz a vendégünk. Velük a művészet, társművészetek viszonyáról fogunk beszélgetni. Még egyszer köszönöm Ferenc Győzőnek. Én köszönöm szépen.